Mivel rengeteg félreértés és probléma merül fel Saul, azaz Pál írásaival kapcsolatban, amire figyelmeztet is minket egyébként a Brit Hadasa, az új szövetség, hogy Saul írásait félre fogják értelmezni és nehéz megérteni. Ezért úgy gondoltam, hogy érdemes végigmenni egyesével a levelein és azok fejezetein, úgyhogy ezt el fogjuk kezdeni a rómaiakhoz írt levelével, és ez a sorozat erről fog szólni. Remélem, hogy mindenki hasznosnak találja majd, és halleluja. Rómaiakhoz 14-es fejezet így kezdődik. A hitben erőtlent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit. Mielőtt neki kezdünk annak, hogy miről is szól ez a fejezet, nézzük meg azt, hogy vajon mire utal abban azzal, hogy hitben erőtlent fogadjátok be, és ehhez megvizsgáljuk Lukács 9-es fejezet, ahol Jehusách Mashiach így szól. Valaki egy kis gyermeket befogadja az én nevemben, engem fogad be, és valaki engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött, mert aki legkisebb minnyájan ti közöttetek, az lesz nagy. Ez az, amire utal itt Saul, vagyis Pál, a hitben erőtlen az nem más, mint egy kis gyermek. Így kellene mindenkinek közelítenie a Teremtőhöz, hiszen mindannyian, legalábbis a legtöbb embernek megvannak azok az előzetes információi erről az útról, amelyek helytelenek többnyire. Vagy ez, vagy az a vallás elferdítette azt, amiről ez a könyv szól, és ez az út szól. Így az embernek újra kisgyermekként kell közelítenie az egészhez. Erről beszél itt a megváltó, illetve erre utal itt Saul. Az üzenet lényege ugyanaz, ami apostolok 15-20-21-ben elhangzik, amikor felsorolja azokat a dolgokat, amikkel mindenkinek kezdenie kellene ezt az utat a pogányok közül, amit mindannyian nagyon jól ismertek, bálványok fertelmességei, paráznaság, fuvoltállat és a vér ezzel, hanem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak ezektől. Ezzel elkezdi, miért? Azért, mert Mózesnek, Mosének régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, mivel hogy a zsinagógában minden szombaton olvassák. Elkezdi az utat járni, és aztán megtanulja később azt, hogy mi a teendője. De nem kell egyből mindenkinek mindent ráömleszteni az emberek, különben nem fogja elhinni azt, hogy ő képes ezen az úton járni. Ezért szépen fokozatosan mindenki belejön ebbe az útba. Erről beszél itt Saul, erre utal. Ugyanúgy, ahogyan Jehusa erről beszélt, hogy mint egy kisgyermek úgy jön az ember, és ezeket úgy is kell kezelni. Szépen, lassan az ember megtanulja. Érdekes az is, hogy ne ítéljük meg őket, és fogadjuk be, ahogy azt mondja, hogy valaki őt befogadja, az befogadja, illetve elfogadja azt is, aki őt elküldte, azaz az atya, aki. Szóval elfogadni a kisgyermeket annyit tesz, mint elfogadni a megváltót, ami annyit tesz, mint elfogadni az atyát, hiszen az egész egy, úgymond, test. Erről szól Jehukanon 14-es fejezet az egész. Hogy ez az egész egy, az atya, Jehusách Mashiach, és azok az emberek, akik a gyülekezethez tartoznak, akik ezen az úton járnak. Melyik úton? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ezen az úton, aki úgy él, ahogyan ő. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is. Aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküld. A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, ez Jehukanon 14, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Ugyanezt írja itt Lukácsnál. Ugyanerre utal Saul.
fogadjuk be mindenkit, akinek megvan a hite, aki akarja járni az utat. Ez, aki itt hitben erőtlen, a rómaiakban, ahogy Saul is írja, hitben erőtlent fogadjátok be, ne ítéljétek el, mert később meg fogja tanulni majd Mózes vagy Mose törvényeit, és erősödni fog a hite. Miért? Azért, mert a hit hallásból van, hallás pedig Elohim igéje által, Rómaiakhoz 10:17. Ez a folyamat, azonban ehhez az embernek először csatlakoznia kell. Mindenki úgy kellene, hogy kezdje, mint egy kisgyermek, máskülönben nem fogja megérteni azt, hogy hogyan is kellene ezt az utat járni. Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehetik, az erőtlen pedig zöldséget eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. És aki nem eszik, ne kárhoztassa azt, aki eszik, mert Elohim befogadta őt. Nyilván ez egy újabb kérdéses kijelentése Saulnak, azonban egyértelmű az, hogy miről beszél. A hit az, mindig a fejezet eleje az, ami megadja az alapot a később elhangzókhoz. Nyilván ő nem fejezeteket írt, és hogyha megnézzük az előző fejezetet például, ez egy egész más témát taglal, azonban az alapvető motívum az egésznek mégis ugyanaz. A hitből való igazulás, illetve a hit megerősítése. Különböző kérdésekre válaszol, teljesen egyértelműen kiderül ebből a fejezetből. A rómaiaknak kérdéseik vannak, problémáik vannak, ő ezeket próbálja megoldani. A legnagyobb gond ez az írásaival, hogy az emberek nem hajlandók elfogadni azt, vagy nem értik, hogy ő válaszol bizonyos problémákra. Őt megkeresik levelekkel, és ő ezekre válaszol. Nem tudjuk megérteni a teljes üzenetet, hiszen nem látjuk azt, azokat az írásokat, melyekre ezek a válaszok, azokat a problémákat. Csak ki tudjuk találni, hogy valószínűleg azzal küzdöttek, hogy vita volt köztük, hogy mit lehet enni, és mit nem. Vannak olyanok, akiknek a hite gyengébb, ők azt gondolják, hogy csak zöldséget lehet enni. Van, aki már megértette, hogy hogy működik ez az út, az bármit ehet, ami ételnek minősül. Nem bármit, ami él, vagy ami nem él, vagy bármit, amit letesznek elé, azt nem fogja megenni. Arról beszél, hogy bármit meged, ami ételnek minősül. Azonban az emberek közt itt az a vita, hogy lehet-e húst tenni, vagy sem. Azt szeretné elkerülni, hogy vita legyen ezen emberek között arról, hogy vajon lehet, vagy sem. Négyes, te kicsoda vagy, hogy károsztatod a más szolgáját? Miért más szolgája? Azért, mert mindannyian szolgálunk Jahuának és Jahusának. Az ő tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állani, mert Jahua által képes, hogy megálljon. Honnan is tudjuk ezt, hogy mi mindannyian Jahuát szolgáljuk, illetve Jahusát? Azért, mert Lukács 4-es fejezet 8-as versben kiderül, felelvén pedig Jahusa mondta néki. Ez ugye Satán, mikor megkísérti őt a pusztában. Távozz tőlem, Satán, mert megvan írva, Jahuát a te hatalmasságodat imád, és csak néki szolgálj. Többek között 5 Mózes, Debarim, 6-os fejezet, féljed Jahuát, a te hatalmasságodat, ő néki szolgálj, és az ő nevére esküdjél. Szóval innen kiderül az, hogy mi is az, amiről Saul beszél. Ne károsztasd más szolgáját, hiszen mi mindannyian a teremtő szolgái vagyunk, és a mi viselkedésünk által az ő lelkiismeretük elkárhozhat. Apostolok 27-es fejezetben Saul saját magára érti ugyanezt, mert az éjjel mellém áll egy angyala Elohimnek, akié vagyok, akinek szolgálok is. Elohimnek szolgál, és Elohim tulajdona. Ezért írja azt, hogy más szolgáját ne károsztasd. Lehet, hogy azt gondolja, hogy ehet, hús, lehet, hogy azt gondolja, hogy nem, vagy ezt tehet, vagy azt tehet. A lényeg az, hogy Jahua által képes lesz megállni. Azonban, ha össze-vissza eszik mindenféle dolgot, akkor Jahua nem fogja segíteni. Honnan tudjuk, ez ki fog derülni a későbbiekben, hogy miért. 5-ös vers.
Emez az egyik napot különbnek tartja a másiknál, amaz pedig minden napot tart. Azaz egyformának tart. Kiki a maga értelme felől legyen meggyőződve. Ugyanúgy arról beszél, amiről az eddigiekben. Az erőtlen hitűekről szól. És ennek tükrében kellene megvizsgálni ezt a verszakot szintén. Aki az egyik napot különbnek tartja a másiknál, valaki minden napot egyformának tart, hiszen mindenki a saját értelme alapján járja az utat. Mindenki más szinten jár, mindenkinek más szinten van a hite. Ez nem jelenti azt, hogy ugyanott kell maradnunk, ahol elkezdjük. Nem mondhatja az ember örökké, hogy én nekem gyenge a hitem, vagy én nekem mindegy, hogy melyik nap, vagy én ehetek bármit. Az ember elkezdi szépen, ahogy tanul, egyre többet és többet tud meg, és alakítja az életét. Egy ideig elfogadható az, hogy az ember össze-vissza eszik mindent, hogy mindenféle napokat megtart. Egy idő után azonban az embernek fejlődnie kell és tanulnia, és utána eljut arra a szintre, ahol lennie kellene mindenkinek. Megérteni azt, hogy van különbség a napok között, hogy vannak ünnepnapok, melyeket hua meghatározott, illetve van szombatnap, és a többi, és a többi. Ideig elfogadható az, hogy minden napot egyformának gondol, hiszen az ő értelme az, ami határt szab ennek. Tanulás és a fejlődés elengedhetetlen ezen az úton. Ez erre az egyik nagyszerű példa, második Timóteushoz, második fejezet. Igyekezzél, hogy Elohim előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. Másik fordítás talán valamivel jobb. Igyekezz mindent megtenni, hogy Elohim tetszését elnyerjed. Légy Elohimnek olyan szolgája, akinek nem kell szégyenkeznie Adonai előtt semmiért, és aki helyesen tanítja és alkalmazza Elohim igazságait. Kerüld az értelmetlen vitatkozásokat, mert ezek csak eltávolítják az embereket Elohimtől. Erről beszél itt is pontosan, hogy ne ítéld meg, hiszen ez el fogja távolítani azt az embert, erről beszél Timóteus azért levelében is. Tanulj, igyekezz, fejlődj, és aztán egy nap majd eljutsz oda, amit ő elvár tőled, ami a tökéletesség. Aki ügyel a napra, az a Huáért ügyel, és aki nem ügyel a napra, az a Huáért nem ügyel. Aki eszik, az a Huáért eszik, mert hálákat ad Elohimnek, és aki nem eszik, az Jehuáért nem eszik, és hálákat ad az Elohim. Az a lényeg, hogy mindenki, amit tesz, a saját értelme szerint, kiki a maga értelme felől legyen meggyőződve, a legjobb tudása szerint csinálja ezeket a dolgokat, és higgyen abban, hogy ő ezt a teremtőjét teszi, majd ő tovább vezeti, ahogyan az ember tanul szépen, amit mondta Apostolok cselekedetei 15-ben, szombatonként eljár a zsinagógába, ott tanítják a Mósé törvényeit, és ott majd megtanulja. Aztán megérti, hogy lehet enni, hogy van szombatnap, hogy vannak ünnepnapok, és szépen alakítja az életét. Erről beszél, nem arról, hogy úgy maradhatunk, mint egy kisgyermek, folyamatosan csak fogalmunk sincs semmiről, és csak csináljuk azt, ami nekünk jónak tűnik. Első Timóteushoz írt levelének negyedik fejezetében ez teljesen egyértelműen kiderül, hogy mi az, amiről beszél. Mert Elohimnek minden teremtett állata jó. Úgy, ahogyan azt ő megmondta a teremtéskor, mikor megteremtette őket, megmondta, hogy látja, hogy jó. Ennek ellenére meg fogjuk nézni, hogy mi történt. És semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal. Mert megszenteltetik Elohimnek igéje, és könyörgés által. Nem minden szenteltetik meg Elohim igéje által. Lehet, hogy mi hálaadással élünk vele, lehet, hogy mi imádkozunk fölötte, vagy könyörgünk, azonban egy részlet hiányzik, az pedig az, ami megszenteltetik Elohim igéje által. Mert Elohimnek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek, mert megszenteltetik Elohim igéje által. A másik fordításban így szól, hiszen minden jó, amit Elohim teremtett, semmit sem kell visszautasítanunk, hálaadással fogadjuk, az ételt, minden, amit Elohim teremtett, szenté válik, Elohim beszéde.
és az hívő ember imádsága által. Erről a részletről az emberek elfeledkeznek. Mi az, ami Elohim beszéde által szenté vált? Azaz ehetővé vált, szenté, azaz elkülönülté vált. Van egy csoport, azaz minden állat, minden jó, amit ő teremtett. Egy része elkülönült, kiválasztódott, idézőjelben téve szenté vált Elohim beszéde által. Mi az, ami Elohim beszéde által szenté vált? Ez 3 Mózes, a Ikra 11-es fejezetből kiderül. Mert én, Jahua vagyok a ti hatalmasságotok, szenteljétek meg azért magatokat, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Mit jelent a szent? Elkülönült, kiválasztott. És meg ne tisztátalanítsátok magatokat semmiféle állat által, amely csúszik, mászik a földön. Tehát már az első csoport meg is van, amely tisztátalanná teszi az ember. És így nem lehet szent, azaz így nem ehető. Ami megszenteltetik Elohim igéje által, ugye arról beszél, hogy szenteljétek meg magatokat, szentek legyetek, mert én szent vagyok, és meg ne tisztátalanítsátok magatokat. Tehát a tisztátalan vagy, nem vagy szent. Ez az a fejezet, ahol megtudhatja az ember azt, hogy hogyan lehet szent. Mik azok a dolgok, melyeket ő az ő szavával megszentelt. A csúszómászó például az egyik, amelyiket nem. 45-ös vers. Mert én vagyok Jahua, aki felhoztalak titeket Egyiptom földjéről, hogy hatalmasságotokká legyek néktek. Legyetek azért szentek, mert én szent vagyok. Egy szent nem ehet olyat, ami tisztátalanná teszi őket. Ez a törvény, ez a szó, mely megszenteli ezeket az állatokat, melyek ehetőek. A baromfélékről, szárnyas állatokról, minden élő állatról, mely nyüzsög a vizekben, és minden állatról, mely csúszik, mászik a földön. Miért? Azért, hogy különbséget tehessetek a tisztátalan és a tiszta között. Ez az az ige, mely megszenteli az állatot, melyet megehetünk. Ez Elohim beszéde, mely szenté válik, majd mely által szenté válik ez az állat, melyet megeszünk. Az olyan állat között, mely megehető, és az olyan állat között, mely meg nem ehető. Vannak élelmiszernek teremtett állatok, és vannak nem élelmiszernek teremtett állatok. Erről beszél, mikor arról ír, hogy megszenteltetik Elohim igéje által, és hogy Elohim beszéde által szenté válik. Saul nem arra biztat, hogy egyen mindenki mindent. Azt mondja, hogy mindenki a legjobb tudása szerint járja az utat. Amíg megtanulja, megtudja, onnantól kezdve nem eszi, mert tudja, hogy mi az, amit Jahua kér tőle, az, hogy szenteljed meg magad, hogy szent legyél, mert én szent vagyok. Legyetek szentek, mert én szent vagyok. Ne legyetek tisztátalanok, ne legyetek mindenféle dolgokat. Nem véletlenül hangsúlyozza ki ezt ennyiszer. Mindenki, amit csinál, a legjobb tudása szerint nyilván Jahuáért teszi. Mikor meg tud jobbat, onnantól kezdve megváltoztatja azt, ahogyan írta az imént a Timóteus az írt levélben. Hogy igyekez azért, hogy elfogadható legyél Elohim szemében. Igyekez tehát tanulj, amint tanulsz, megváltozol, és akkor onnantól kezdve másfajta életmódot folytat az ember. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Erről beszélt az imént, hogy mindannyian Jahuát szolgáljuk, és az övé vagyunk. Mert ha élünk, Jahuának élünk, ha meghalunk, Jahuának halunk meg. Azért akár éljünk, akár halljunk, Jahuáé vagyunk. 9-es. Mert azért halt meg, és támadott fel, és elevenedett meg Mesiák, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodj. Te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát, avagy te is miért veted meg a te atyád fiát, hiszen mindnyájan odaállunk majd a Mesiák ítélőszéke elé. A vitákkal, a veszekedésekkel, azzal, hogy az ember más lelki ismeretében problémákat generál, azzal kárhoztatja, vagy megveti azt az embert, aki szeretné járni az utat, csak esetleg még nem jutott el arra a szintre, ahol mi vagyunk. Ezért érdemesebb az írást alapul venni, az alapján tanítani egymást, megmutatni, hogy ez van, ez az, ahogyan az utat kellene járni.
azonban a vitának és az állandó ellenségeskedésnek nincs értelme, hiszen az ember el fog jutni majd a megismerése, amennyiben türelemmel közelítünk hozzá. 11-es vers Rómaiakhoz 14, mert megvan írva, élek én, mondja Hua, mert nékem hajol meg minden tér és minden nyelv Elohimet magasztalja. Mivel azt mondja, hogy megvan írva, nyilván ezt valahonnan idézte, mint ahogy rengetegszer korábban, Ézsaiás Jesiáhu 45-ös fejezet 21-24-ig így szól, 23-as vers, magamra esküdtem, és igazság jött ki a számból, egy szó, mely vissza nem tér, minden tér, nékem hajol meg, rám esküszik minden nyelv. Ez ugye Jahua. Nézzük meg, hogy mit mond előtte 21-est. Jelentsétek meg, és hozzátok elő. Sőt, egyetemben tanácskozzanak. Ki mondta meg ezt régtől fogva, és jelenté meg előre? Vajon nem én, Jahua? És nincs több Elohim nálam. Igaz Elohim és megtartó nincs kívülem. Nem azt mondja, hogy van még kettő, aki én vagyok, így én hárman vagyunk az, hanem nincsen több Elohim nálam. Igaz Elohim és megtartó kívülem nincs. Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én vagyok Elohim, és nincsen több. Nem azt mondta, hogy mi hárman vagyunk én, és nincs több. Azt mondta, hogy én vagyok, és nincsen több. Magamra esküdtem, és igazság jött ki a számba, egy szó, mely vissza nem tér. Minden tér, nékem hajol meg, rám esküszik minden nyelv. Csak Jahuában van. Így szólnak felőle, minden igazság és erő ő hozzá mennek, és megszégyenülnek mindazok, akik reá haragusznak. Innen idézett Saul erről beszél, hogy Jahua az, akit mindannyian szolgálunk, az ő igazsága az, melyet nekünk keresnünk kellene. Az pedig az ő szava, melyeket leírt a törvényben, a prófétákban és a zsoltárokban, azért, hogy mi abból tanulhassunk. Ha nem megyünk vissza oda, nem fogunk tudni tanulni, akkor nem igyekszünk, és a végén nem fogunk tudni elkülönülni a világtól, hiszen örökké csak a saját fejünk után fogunk menni. 12-es vers így szól, azért hát mindenikünk maga ad számot magáról Elohimnek. Mindenki, aki arra hivatkozik, hogy azt teszik, amit akarok, mert én Jahuáért teszem, azt a napra figyelek, amelyet akarok, mert Jahuáért teszem, az a későbbiekben számot fog adni magáról. Aki nem igyekszik, aki nem tanul, aki nem változtatja meg az életét, mindenki számot fog adni magáról. Miért? Azért, mert elmondja, hogy hiszen mindnyájan odaállunk majd a Mesiák ítélőszék elé. Ki is volt ez a Mesiák? Jahukanon 1-es fejezetből megtudhatjuk, kezdetben vala az ige vala az Elohimnél, és Elohim vala az ige. Ez kezdetben az Elohimnél vala. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne vala az élet, és az élet vala az embernek világossága. És a világosság sötétségben fénik, de a sötétség nem fogadta be azt. 14-es vers ugyanitt, és az ige testélet és lakozék mi közöttünk, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Ez Jakusá Hamásiák. Ő az, aki meg fog ítélni minket. Az a szó, amit ő beszélt, az fog megítélni minket. Eljött, megmutatta, hogy kellene élnünk, áldozattá vált mindenki bűnéért, aki elfogadja, aki úgy él, aki úgy cselekszik. Ugye Hukkanon 14-es fejezetből kiderül, aki őt követi, az azt cselekszi, amit ő csinál. Úgyhogy elég egyértelmű, hogy miről beszél itt Saul. Mindenki maga ad számot, mindenki oda kerül az ítélőszéke elé, és az a szó, amit ő mondott, az fogja megítélni, hiszen ő volt maga az a szó. Honnan eredt a szó? Elohimtől eredt a szó. Ez az igazság, ez a világosság, ez a kétélű kard, erről szól a könyv. Rómaiakhoz 14-13-as, és annak okáért egymást többé ne károztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést, vagy megbotránkozást. Azaz fölöslegesen ne vitatkozzatok, és ne ellenségeskedjetek. Az nem azt jelenti, hogy nem kell segíteni,
vagy terelgetni az útra a másikat. Arról van szó, hogy mindennek megvan a módja, megvan az ideje, és mindenkinek megvan ebben a szerepe. 14-14. Tudom, és meg vagyok győződve Adonai Jehusában, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. Pont. Ezzel viszlát, mindent lehet enni, és azt csinálunk, amit akarunk, mondhatná valaki. Azonban, ha megnézzük jobban, hogy mit is ír valójában, akkor rájövünk a jelentésére. Meg van győződve és tudja, a Jehusa másiába vetett hit által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki annak tartja. Mivel is kezdődött az egész? A hitben erőtlent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit. Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehet, némely pedig azt, hogy zöldséget eszi. Ne vessétek meg, ne kárhoztassátok, ne veszekedjetek, ne ítéljétek el ezeket az embereket, akik azt gondolják, hogy csak zöldséget lehet enni, vagy csak bizonyos dolgokat. Ha ezt figyelemben tartjuk, akkor látjuk azt, hogy arról beszél, hogy az ételek közül, ami evésre volt teremtve, azok közül, aki tisztátalannak tart bizonyos dolgokat, az ne egye meg, aki tisztának tartja, az meg egye meg. Nem arról beszél, hogy bármit meg lehet enni, arról beszél, hogy azok közül a dolgok közül, melyek erre lettek teremtve, azok közül a dolgok közül, mindenki a saját meggyőződése szerint válogasson. A legfontosabb azonban az, hogy mi az, ami Jahua szerint tisztátalan, hiszen azt mondja, hogy bármi annak tisztátalan, aki annak tartja. Ha mi azt mondjuk, hogy Jahuát követjük, Jahusa másiák pedig az ő szavát hozta el, és őt követte, mi pedig Jahusát akarjuk követni, akkor nézzük meg talán, hogy mi az, amit Jahua tisztátalannak tart. Ezt pedig már elolvastuk, 3 Mózes, vagy Ikra 11. Meg ne tisztátalanítsátok magatokat, semmiféle állat által megcsúszik, mászik a földön. 1. Elmondta 3 Mózes, vagy Ikra 11-ben. Mi a tisztátalan, mi a tiszta, miért? Azért, hogy különbséget tehessetek tisztátalan és tiszta között. Ha ezt figyelemmel kísérjük és észben tartjuk, akkor látjuk azt, hogy bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. Jahua ezeket tartja tisztátalannak, ezek nem ehető. Honnan tudjuk? Onnan, hogy megmagyarázza az olyan állat között, mely megehető, és az olyan állat közt, mely meg nem ehető. Ezek közt különbséget tesz, innentől kezdve a megehetők közül valaki tisztátalannak tart bizonyos dolgokat, valaki pedig tisztának tart bizonyos dolgokat. Ezen fölösleges vitázni, ellenségeskedni, elítélni másokat, ha valaki azt mondja, hogy ő nem eszik húst ezért vagy azért, akkor ne egyen, halleluja. Mindenki Jehusa másiákban Jehuát szolgálja. Nem arról beszél, hogy csigát lehet enni, vagy disznót, vagy bármiféle más ilyen férget. Aki még mindig nem érti, vagy a kisgyermek szinten van, annak szépen el tudjuk magyarázni, hogy ez nem egy zsidó törvény, ez nem Mózesnek a törvénye, ez a kezdet kezdetétől így volt. Honnan tudjuk? Onnan, hogy már Noénak is, Noachnak is elmondta, Bereshit 7-es fejezetben, mondja Jahua Noachnak, menj be te, és egész házad népe a bárkába, mert téged láttalak igaznak előttem, ebben a nemzedékben. Második, minden tiszta baromból, hetet vígyve, hímet és nősnét, azokból a barmokból pedig, melyek nem tiszták, kettőt, hímet és nősnét, égi madarakból is hetet, hímet és nősnét, hogy magvok maradjon az egész föld színén. Azaz már évezredekkel Mósé előtt, és azelőtt, hogy zsidó egyáltalán gondolatban megfogalmazódott Jakobban, már akkor tiszta és tisztátalan barmok voltak a földön, és mindenféle állatok. Erről szól ez a néhány vers. Felhívta Noach figyelmét, hogy tiszta baromból hetet,
míg a tisztátalanokból kettőt-kettőt. Miért? Azért, mert már akkor is különbséget tettek. De nézzünk még egy példát erre. Ez Bereshit 8-as fejezet. És szól a Elohim Noachnak mondván, menj ki a bárkából, te, a te feleséged, a te fiaid és a te fiaid feleségeid te veled. Ugye vége az özönvíznek. Minden vadat, mely veled van, minden testből madarat, barmot, minden földön csúszómászó állatot vígy ki magaddal, hogy nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak, sokasodjanak a földön. Miért? Azért, mert minden jó, amit Yahuwah teremte. Ezért mondta, hogy kettőt-kettőt vigyen be belőlük, hogy meglegyen, hogy biztosan legyen magja, hogy elszaporodhasson a földön. Teljesen mindegy, hogy csiga volt, vagy disznó volt, vagy nyúl volt, vagy sólyom volt. Vagy ló. Mindegyikből szerette volna, hogy legyen, mert mindegyikről úgy gondolkozott, hogy jó. Azonban ez nem azt jelenti, hogy mindegyikről úgy gondolkozott, hogy tiszta. Honnan tudjuk? Onnan, hogy a 20-as versben ezt elmondja. És oltárt építeni Noach Jakuának, és vő minden tiszta állatból, és minden tiszta madárból, és áldozék égő áldozattal az oltáron. Azért nem, mert nem minden volt tiszta. Nem azt mondta, hogy valamit fogjál meg, és áldozz föl az oltáron nekem. Megmondta, hogy minden tiszta állatból, tiszta madárból, amelyeket én felsoroltam neked, áldozzál. Ennek az áldozatnak mellesleg az lett az eredménye, hogy Yahuwah többé nem pusztítja el a világot özönvíz által, és a szivárvány szövetségét megkötötte Noachal. De ez kellett az, hogy legyen tiszta állat. Nem arról volt szó, hogy fogjál meg valamit, ami ott rohangál, vagy csúszik, vagy mászik, vagy repül, és darabolt fel. 15-ös vers Rómaiakhoz 14. De ha a te atyád fia az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel. Ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért siák meghal. Ne káromoltassék azért a ti javatok. Ha valaki abban van meggyőződve, hogy nem ehet valamit, hagyjuk rá, majd, hogyha tanul, meggyőződik róla, hogy mi az, amit lehet, mi az, amit nem, vagy pedig ő így döntött. Ezen fölösleges veszekedni, teljesen fölösleges ezzel ellenségeskedést szítani a gyülekezeten belül. Ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért Mesiák meghalt, ne káromoltassék azért a ti javatok. Nézzük meg az utolsó mondatát ennek a fejezetnek. Ami pedig hitből nincs, bűn az. Ezért mondja azt, hogy ne káromoltassék és ne veszítsd el. Hiszen ha mi kételyt ébresztünk abban az emberben, és az úgy gondolja, hogy nem lehetne enni és megeszi, akkor az nem hitből van, így az bűnnek számít. Ezért fontos az, hogy megértsük az alapmotívumot, az egész üzenetét ennek a fejezetnek és minden egyéb fejezetnek. Ugye ez az erőtlenről szól, a hitben erőtlenről, a kisgyermekről, aki még kevesebbet tud, és a tanulás folyamatában van. Ehhez kell viszonyítani mindent. És úgy értelmet nyer az egész. Erről beszél. Ne ébresszünk kételyt benne, hiszen akkor bűnt fog elkövetni, hiszen azt gondolja, hogy nem eheti meg, és ennek ellenére esetleg megesz. 17. Mert Elohim országon nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Ruach HaKodesh által való öröm. Szentlélek által való öröm. Mert aki ezekben szolgál a Mesiáknak, kedves Elohimnek és az emberek előtt megpróbált. Ugyanezt mondja Jahusák másiák, Matiahu 6-os fejezetben, azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek, avagy nem többé az élet, hogy nem eledel, és a test, hogy nem öltözel. Mert Elohim országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, szentlélek által való öröm. Azaz az élet több, mint eledel. Vagy ruházat. Fölösleges ezen vitázni, hogy ő zöldséget eszik, vagy ezt, vagy azt, vagy amaz eszik. Természetesen, ha olyan dolgot eszik, ami nem is eledel, akkor érdemes figyelmeztetni, hiszen lehet, hogyha a tudás eljut hozzá, akkor megváltoztatja az életét. Ez a
feladatunk, hogy segítsünk az embereknek eljutni a világosságra, ami a törvények, a parancsolatok, a rendelések, a tora, az instrukciók. De azon belül, hogy valaki mit hisz, az annak a függvénye, hogy mennyit tud. Ez idővel változik. De aki figyelemmel kísérte ezt a rómaiakhoz sorozatot fejezetről fejezetre, az láthatja, hogy még eddig nem találtunk egyetlen olyan mondatot, amiben Saul ellent mondott volna. Akár a törvényeknek, akár a prófétáknak, akár a zsoltároknak, akár magának a mesiáknak. 18. Mert aki ezekben szolgál mesiáknak, kedves Elohimnek és az emberek előtt megpróbált. Mikben? Az igazságban, a békességben és a Ruach HaKodesh, a Szentlélek által való örömben. Ez az, amiben szolgál az ember. Mi az igazság? Rengetegszer szó volt róla. Az igazság a törvények, a parancsolatok, a rendelések és maga a Tora, azok az instrukciók, melyek alapján élnünk kellene. Ez kiderül Zsoltárok 119.30-34-es versből gyönyörűen. De számtalan más példa van rá. Például Tehelim 119-142, a te igazságod örökké igazság, a te törvényed igaz, az ő törvénye maga az igazság. Ebben szolgáljunk. Saul pontosan tudja, hogy ő miről beszél, csak nem írja le az egész könyvet újra és újra mindig, amikor ki akarja fejezni magát, hanem használ bizonyos szavakat, melyeknek a jelentését ő elvárja, vagyis úgy gondolja, hogy azok, akik olvassák ezt, azok tisztában vannak vele, mint akkor az akkori gyülekezetek tisztában voltak vele. A maiak nem, hiszen nem tanítja nekik ezt senki. Ez nem azt jelenti, hogy ez Saul hibája, hogy az emberek ezt ma félreértik. 19. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Így lehetünk egyek majd, hiszen az egység a lényeg, az egység az, amit Yahuwah akar az ő törvényei, parancsolatai alapján, a messiákba vetett hit által egyé váljunk. Ő az egységet akarja, míg az ellenség szét akarja szabdalni ezt az egészet, és ez az, amit csinált a különböző vallásokkal, a vallásokon belül a felekezetekkel, a szektákkal, a kultuszokkal, és minden mással, amit ő kitalál. Azonban az egység az, amit Yahuwah szeretne. Ezért írja, hogy arra kell törekednünk, hogy békesség legyen és egymást építsük. Ez nagyszerűen kiderül Yahukanon 17-es fejezetből, mely így szól. Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtá, ő nékik adtam, ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Azokról szól, akikben megvan a hit, és akik aztán igyekeznek és tanulnak, hogy minél jobban járhassák az utat, és hasonlatosak lehessenek Yahusák másiákhoz, hiszen ez az egyetlen dolog, ami elfogadható Yahuának. Ő mindent szeret, minden teremtményét szereti, ugyanúgy, ahogy szereti a tisztátalan állatokat is, ugyanúgy szereti a tisztátalan embert. Ez nem azt jelenti, hogy el fogja fogadni. Az az elfogadható, aki úgy él, ahogy ő akarja. Aki elhiszi, és aki úgy is él, úgy is cselekszik. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéd. 11-es, nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Ezért írja, hogy békesség és egymásra épülés legyen, hiszen akkor lesznek egyek azok az emberek, akik alkotják ezt a testet, mint a sejtek a testben, a részei a testnek egyet alkotnak, egymásra épülnek. Így lesznek egyek. 22-es versben megismétli, hogy mindnyájan egyek legyenek, mint te, én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhitje a világ, hogy te küldtél engem. 22-es versben tovább folytatja, én azt a dicsőséget, melyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Nem jelentheti azt,
hogy ők egy és ugyanaz, csak három része van az egynek, vagy mit tudom én. Ugyanúgy egyek legyenek, legyünk mi, mint ahogy ők egyek. Egy véleményen legyünk, harmóniában dolgozzunk, ugyanazt az üzenetet közvetítsük. Így, egy egységgé legyenek. Nem egy darabbá, és akkor annak van három feje, vagy három része, és akkor az így. Az a lényeg, hogy egy véleményen legyenek. Egy elv szerint éljenek. Erről beszél. Ugyanúgy, ahogy egynek kellene lennie magának a gyülekezetnek is. Ez az, amire törekednünk kellene. 20-as. Ne roncsd le az ételért Elohim munkáját, minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozása lesz. Megbeszéltük, hogy mi az, ami tiszta. Ugye az, amire azt mondta Elohim, Yahuwah, hogy az tiszta. Annak, aki úgy gondolja, hogy az nem tiszta, vagy nem lenne szabad azt ennie, annak az nem tiszta, hiszen az nem hitből eszi azt, és így bűnt követel. Hiszen már láttuk azt, hogy minden, ami nem hitből van, az bűn. Ezért ne ítéljük el, nem mondjuk azt, hogy ó, pedig ehetnéd nyugodtan, meg te nem tudod, meg nem érted, meg... Nem ez a lényeg. Nem az a lényeg, hogy mit eszik az ember, vagy mit visel az ember. Erről beszélt az imént a megváltó maga is. Az pedig, hogy Saul követi a törvényeket, egyértelműen kiderül apostolok cselekedetei 24-es fejezetből. Nézzük, hogy mit is mond. 13-as. Rám sem bizonyíthatják azokat, amikkel most engem vádolnak. Ez ugye Saul mondja Félixnek, mikor az kihallgatja. Nézzük meg még egyszer a másik fordítást. Azt sem tudják bizonyítani, amivel most vádolnak. Nézzük meg, hogy mivel vádolják. Erről pedig vallást teszek néked, hogy én aszerint az út szerint, melyet felekezetnek vagy szektának mondanak, úgy szolgálok az én atyáim hatalmasságának, mint aki hiszek mindazokban, amik a törvényekben és a prófétákban meg vannak írva. Akkor ha nem tudták rábizonyítani, hogy ő nem így él, akkor ezek szerint hitt a törvényekben, a prófétákban, és úgy élt, ezt mondja. 16. Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Elohim és emberek előtt mindenkor, a törvények és a proféták szerinti élet alapján. Az alapján, az út alapján, amelyet szektának mondanak. Nem amit kereszténységnek mondanak ma, hanem amit akkor szektának mondanak. Mondta. Nézzük meg a másik fordítást, és ki fog derülni nagyszerűen. Azt is elismerem, kezdjük az elején. Azt sem tudják bizonyítani, amivel most vádolnak. Azt is elismerem, hogy atyáink hatalmasságát olyan módon tisztelem, ahogyan Yahuwah útjának követői teszik. Akik engem vádolnak, ezt az utat szektának tekintik és ellenzik. Ez Adonai Yahushua HaMashiach útja, ami Yahuwah útja, hiszen a kettő egy egységet alkot. Ő azt szerint él, ahogyan Yahusha élt. Mi is az? Én azonban hiszek mindabban, ami Mózes törvényében és a próféták könyveiben megvan írva. Hittel él a törvények és a próféták alapján. Ez maga az út, amit szektának hívnak. Nézzük meg, hogy mit ír a jegyzetekben. Az Úr útjának követői szó szerint az út követői. Yahusha mondta magáról, hogy ő az út, az atyához, ezért nevezték így tanítványainak mozgalmát. 16. Ezért teljes erővel arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindig tiszta legyen Elohim és az emberek előtt. Hogy lehetne tiszta a lelkiismeret Elohim előtt, ha mindenféle dolgokat enne, meg annak ellenére beszélne, amit ő mondott? A lényeg az, hogy egyértelműen kiderül, amennyiben helyesen értelmezzük az írás, és megkeressük a dolgnak az összefüggéseit, hogy Saul a törvényeket hirdette, hiszen itt is arról beszél, hogy nem tudták bebizonyítani, hogy ő a törvények és a proféták ellenére él. Saul pedig ezt az utat követte, amit Yahushua HaMashiach kijelölt. Mi volt az az út? A törvények szerinti élet, és úgy, hogy közben teljes erőből, teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméből, Yahuwah-t szolgálja és szereti az ember. Ez az út. Azonban a farizeusoknak hiányzott a hit, a mai keresztényeknek hiányzik minden más. Ezért a kettő között
az a keskeny út, ami a szűk kapuhoz vezet, akinek megvan a hite, és aki a törvények szerint él. Rómaiakhoz 14.21. Jó nem enni húst, és nem inni bort, és semmit sem tenni, amiben a te atyád fia megütközik, vagy megbotránkozik, vagy erőtlen. Miért? Mert ez nem szeretet akkor, ha olyan dolgot teszünk, amiben ő megbotránkozik. Ha például eljön hozzánk valaki, egy vegetáriánus, aki az utat szeretné járni, mert ő úgy gondolja, hogy nem ehetünk hús valami oknál fogva, akkor nem fog az ember mindenféle állatokat ott feltálalni neki, hanem alkalmazkodik ahhoz, amiben ő hisz. Hiszen ő az, akinek a hite gyengébb. Így ő neki még fejlődnie kell, tanulnia kell, ezért az ember segíti azt az embert, ahelyett, hogy megbotránkozásba vagy megütközésbe kellene esnie pusztán azért, hogy mit eszik vagy mit iszik. 22. Te néked hited van, tartsd meg magadban Elohim előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesen. Amennyiben van hited, akkor azt tartsd meg magadban, és úgy élj, ahogyan a leggyengébb láncszem képes élni abban a környezetben, ahogy ahol vagy éppen. Vagy úgy viselkedj. Nem érdemes azon veszekedni, vetélkedni, ellenségeskedni, vagy vitatkozni, hogy kinek jobb a hite, ki mit hisz, hogy mit lehet és mit nem. Amennyiben lehetséges tanítani, azt az embert, akinek a hite még gyengébb, az nagyszerű, azonban mindenki a hitét a teremtő előtt kell, hogy tartsa, és úgy éljen, hogy az ő hitének megfelelően cselekedjen. Különben kárhoztatja magát azzal, amit helyesen, amiben hisz. Ha pedig valaki kételkedik abban, amit eszik, akkor az kárhoztatva van, hiszen nem hiszi azt, hogy azt megeheti. Ami pedig hitből nincs, az bűn. Hiszen ha valaki olyan dolgot tesz, ami esetlegesen nem bűn az írás szerint, de ő úgy gondolja, hogy bűn, akkor nyilván bűnt követ el, hiszen annak ellenére, hogy tudja, vagyis meggyőződése, hogy bűn, annak ellenére megteszi. Ez az, amit mond Saul az utolsó versben. Ez egy nehéz út, és az ember időről időre hibákat követel, de a lényeg az, hogy az ember próbálkozik rajta maradni a keskeny úton, hogy eljusson a szűk kapuhoz. A teremtő tudja pontosan, hogy ki milyen szinten van, és hogy mindenki igyekszik, aki valóban igyekszik. Azonban fontos az, hogy mindenki a meggyőződése szerint cselekedjen. Ez az, amiről itt beszél Saul. Ő nem azt mondja, hogy mindent lehet, ő azt mondja, hogy mindent lehet, amit Jahua engedélyez, ami az ő törvényeivel, az ő igazságával összeegyeztethető. Valószínűleg mindannyian követünk el vétségeket annak ellenére, hogy nem szeretnék. És van egy meggyőződésünk, és annak ellenére cselekszünk. A lényeg az, hogy az úton igyekezzen az ember tanuljon, és próbálja minél jobban ahhoz tartani magát, melyet a Teremtő meghatározott nekünk a Torában, az ő instrukcióiban. És közben, amennyiben alázattal és engedelmességgel járja ezt az utat, ő majd ad neki erőt, harcolja a harcokat, és vezeti szépen ezen az úton egyre közelebb és közelebb magához. Megerősödik az ember, megért olyan dolgokat, amelyeket nem értett egy éve, egy hete, egy hónapja, és egyre inkább úgymond szenté válik, egyre inkább elválik a világból, másféle lesz, és így képes lesz majd azt a világosságot közvetíteni a világba, amelyet Jehusá HaMásiák elhozott, illetve ami tulajdonképpen a kezdetektől itt volt, a Tora a törvények formájában. Csak az emberek nem voltak hajlandók ezt követni. Nem azért, mert nem lehetett, hanem mert az emberek szíve nem volt a helyén, mint ahogy ma sincs. Ugye Saul nem a törvények ellen beszél, és soha nem is beszél. A probléma az, hogy kevesen vannak azok, akik hajlandók az időt rászánni, hogy igazán megértsék, hogy mi is az, amiről ír. Nem csak ő, hanem úgy általában mindenki más. Remélem, hogy hasznosak találtátok, és mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!
Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!